miért jó nagybányainak lenni? Nagybányán születtem, magyarként születtem. Sosem gondoltam azt, hogy valaha is elhagyom a várost, hisz szerintem nagyon jó nagybányaiak lenni. Mindenkinek azt üzenem, aki elment Nagybányáról, hogy legalább a Magyar Napokra, amit immár 13-ára rendeznek meg, visszatérjenek, örüljenek, örüljünk egymásnak. Örvendjünk annak, hogy még vagyunk Nagybányán, és leszünk Nagybányán magyarok. Azt tudom elmondani, hogy egyre nagyobb, egyre hosszabb, egyre több program van. Hát a szervező kollégákkal így próbálunk kedveskedni a nagybányaiaknak és a környékbelieknek, hiszen igen-igen eljönnek a környező településekről is. A koncertekre nem csak, szinte végig itt vannak a téren. És nagyon fontos, mert rájöttünk, hogy megszólítjuk a külföldieket is. Tehát akik elszármaztak Nagybányáról, főleg a magyarországiakat, ők nekik ez egy biztos találkozó hely, egy biztos pont az ő naptárukban, és ezekben a napokban hazajönnek, találkoznak, így is nevezzük, hogy ez a találkozás helye. Megnőttünk, néha már megijedünk, hogy milyen nagy a rendezvény, elég nehezen is, emiatt sok nehézségünk is van, hiszen ez ugye valahogy alulról építkezik ez az egész történet. Itt sok lába van, és aztán a végén kiteljesedik egy ilyen egyhetes rendezvény sorozatba, de mindenképpen biztatást kapunk a közönségtől, a közösségtől, jobban mondva. Egész évben kérdeznek, hogy milyen lesz, hogy lesz, ki jön, ki nem jön, milyen programok lesznek, és ami még egy nagyon fontos jel, hogy a támogatások terén. Tehát tényleg itt egy akkora összefogás történik, nem csak a jól menő magyar vállalkozók adakoznak, hanem egyszerű családok, néha nénikék is bekopognak és hoznak egy kis támogatást. Szégyeljük is elfogadni, de ragaszkodnak hozzá, hogy így is kimutassák a támogatásukat, és azt, hogy ez szükséges, és ez tényleg a közösség ez a pár nap. Nem hiába mondjuk, hogy miénk itt a tér. Nagybánya egy olyan terület volt, ahol az átlagemberek mindig beszéltek a művészetről. Mindenki ismerte a helyi művészeket, az alkotókat. Nagybánya ilyen szempontból rendkívül vonzó volt. Később mentem, hogy szisztematikusan tanuljak, hogy legyek művész. Az elején végül is ez egy vonzó kaland volt. Egy óriási különbség. Egy óriási különbség, hogy mikor az ember ráteszi magát, és belenéz a bizonyos emberek életébe, akinek hasonló a szakmájuk,
és akkor ő is választja azt, és eldönti, hogy ő is ezen az úton fog haladni. Ez egy teljesen nagy átalakulás az emberünk. Nem azt mondanám, hogy jó nagybányainak lenni, azt mondanám, hogy könnyű nagybányainak lenni. Ez egy olyan város, amit nagyon könnyű szeretni, nagyon könnyű jól érezni itt magad, mert egy igazi gazdag város a szó régi értelmében van. A történelme nagyon gazdag, és én akárhol körbenézek itt, akár a főtéren, akár a cinteremnél, mindenhol az épületek történeteket mesélnek, mindenhol jó érzés, minden most elég jól fel van újítva, és nem beszélve az ilyen eseményekről, mint a Főtér Fesztivál, ahol igazán igyekeznek azon, hogy minden generáció megtalálja az olyan programokat, ami neki tetszik, ami az ő kedvére vannak kitalálva. Tehát hát mondjuk ezért jó nagybányainak lenni. Hát jó napot kívánok, elsősorban én vagyok Székely Szilárd, nagybányai festőművész. Itt élek Nagybányán, itt dolgozom, és ennek a kiállításnak az ösztétele, annak úgy mondják, hogy Life in the Shadow Box, magyarul azt jelenti, hogy élet a fekete dobozban, ami azt hozza ki, hogy egy csendélet életre kelthet. Megpróbálom megközelíteni a klasszikus realizmust, ami hát sajnos az utóbbi időben egy kicsit már nem olyan menő, de mint mesterséget, mint a festészeti mesterséget ezt meg kell őrizni, és tovább kell a hagyományt vinni, tehát nem kell elfelejteni. Igen, tényleg vannak mostan modern technikák, van fényképezőgép, de amellé még bele kell tenni a lelket a képbe, és hatást adni valahogy, hogy a dolgok, amik ott történnek, összekötődjenek, és az embernek adjanak egy külön hangulatot.
Elsősorban egy nagyon kellemes meglepetés volt Nagybánya számomra, mivel nagyon szép az elhelyezkedése, így a körben van véve a hegyekkel, ami számomra nagyon-nagyon tetszetős. Továbbá az épületeknek a stílusa, az építészeti stílus, az architektúra, mindaz, ami nagyon megfogott. És az itteni emberek is barátságosak, meg kedvesek voltak, akikkel eddig találkoztam. Én marosvásárhelyi vagyok, úgyhogy nemrég jártam Nagybányán, de 2 éve ismerkedtem meg Nagybányával, és azóta vissza-vissza szoktam járni. Én ide jártam liceumba, és szerintem is egy barátságos város, nyugodt, tiszta, rengeteg zöld terület van, és jó itt élni, jó volt itt élni, és most, hogy Kolozsvárra járok egyetemre, szívesen visszajövök. Teljesen más, mint a kolozsvári magyar napok, ez érthető is, hiszen teljesen mások az adottságok. Nagyon kellemes meglepetés nekem Nagybánya, gyönyörű helyen van. Nagyon fontos, hogy hegyek, akár merre nézzünk, az épületek mögül a hegyek kandikálnak elő. A magyar kormány idénre Mátyás emlékévet hirdetett, és az a megtisztelő feladat érte a Kincses Kolozsvár Egyesületet, hogy az erdélyi programokat koordinálhatja az emlékév keretében. Így 2 kiállítást is sikerült létrehoznunk. Egyik a mögöttünk látható 2 nyelvű pannó kiállítás, a másik a tőlünk nem messze a tér szomszéd sarkában lévő interaktív kiállítás. Gyerekkoromban voltam itt, és most 40 évesen, és hát a főtere csodálatos. Több nagyon finom kávét ittam. Megvettem 2 csodálatos kiadványt, a Nagybánya és környéke, nagyon komoly munka, és a Teleki család örökében, Nagybányám. Hát voltam az oratóriumon fönn, és meglepődve hallottam, hogy mi kolozsváriak büszkék vagyunk arra, hogy Mátyás király ott született, de hát nem tudom, hogy urban legend, de hát ezt már senki nem tudja, de állítólag Mátyás király itt fogant valamelyik házban a hátunk mögött. Úgyhogy én nagyon-nagyon jól érzem magam, és a körülötte lévő táj is gyönyörű. Így már egészen érthetőbb, hogy miért volt itt a Nagybányai Festőiskola. Kolosi 100 a neve ennek a kiállításnak, hát azért 100, mert 100 éve hunyt el Hólósi Simon. És ez egy olyan kiállítás, ami tulajdonképpen betekintést nyújt a festmények belsejébe. Felnagyított festmény részleteket mutatunk be, vászonra nyomtatva, és ezek így lógnak a régi cukrászda, művész cukrászda falain. Az a lényeg, hogy megértsük, hogy a festménynek van egy mikrovilága, az ecsetvonások közé bekerülünk, látjuk, milyen gyönyörűen van összetéve ez egy ilyen festmény, egy műalkotás. Nem csak az egészet szemléljük, hanem belebújunk. Úgy látom, hogy itt a magyarság nap van egy ilyen nagyon jó szellemisége. Ez a Főtér Fesztivál, én már negyedjére jövök ide konferálni. Azt látom, hogy egy jó közeg ez, egy jó közösség. Mindenki mindenkit ismer. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes itt élni, jó itt élni. Valának a képei az akkori nagybányai képzőművészeti életben minden szempontból egy felidülést jelentettek.
Nem sorolnám én be, bár itt elhangzott mindenféle fajta művészeti irányzat, de megítélésem szerint Balazs nem volt se konstruktivista, nem volt se expresszionista, nem volt posztimpresszionista, még posztbányai iskolához tartozó sem, hanem egyszerűen természetesen önmaga volt, és akkor vált valódi művésszé, amikor ez teljes mértékben érvényesülhetett. Egyszerűen jó nagybányainak lenni, és nagybányai magyarnak lenni. Hát a lokálpatriotizmust azt hiszem, hogy nem kell megmagyarázni. Szeretünk nagybányainak lenni, szeretünk nagybányai magyarnak lenni, és ahogy a tegnap is elmondtam a megnyitóban, hogy mutassuk meg, egy kulturált fesztivált tudunk adni a nagybányai egész közösségnek, mutassuk meg, hogy milyen kitt a tér, a román közösség is nagyon értékeli, és úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és legyünk együtt néhány napig.